A 4200 lakost számláló Nagyvenyim településen az elmúlt évtizedekben folyamatosan olyan közműfelújítások történtek, amelyek után az utak rendbetétele már nem volt támogatott. Így a lakosság részéről teljesen érthető igény fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Ebben a térségben az elmúlt évtizedekben zajlottak azok a csatornázási beruházások, ami nálunk is Nagyvenyimen egy évtizeden is túlhúzódó beruházási programot jelentettek a település életében, és ezzel a közmű beruházással vált tulajdonképpen teljessé a közmű ellátottsága a településünkön. Azok a konstrukciók, amelyek akkor ezt a közműberuházást lehetővé tették, ezek sajnos nem támogatták az utánuk következő útfelújítási programokat, tehát abban a helyzetben, amiben Nagyvenyim lakossága volt, tulajdonképpen egy többség, egy kétharmados lakossági támogatottság igénye volt a csatornaberuházás megindításának. Abban a helyzetben, amikor azokat az utakat, amelyeket ez a beruházás érintette, jellemzően már lakossági források bevonásával, tehát lakossági saját erő felhasználásával alakították ki itt a településen. Galambos Dénes kiemelte, hogy választókerületének minden településén célja, hogy fejlesztésekhez és felújításokhoz segítse hozzá a helyi önkormányzatokat. Dunaújváros környezetében a vidéki települések az elmúlt időszakban a 3,4 milliárd forintos területfejlesztési és területi operatív programból nagy összegben kaptak támogatást az államtól. Elmondta, hogy bár szívéhez természetesen közel áll Nagyvenyim, amelyet nagyon jól ismer, fontos volt, hogy a térségben megvalósuló közútfejlesztések mellett a belterületen található utak minőségét is javítani tudják. Én azt gondolom, hogy ha áttekintem ugye az elmúlt időszaknak a fejlesztését, a 8 vidéki település 3,4 milliárd forintos területfejlesztési és területi operatív programból egy nagyon szép összeggel részesedett, és ez településenként nagyságrendileg, lélekszámot illetően és önerőképességet illetően is sikerült kialakítani ezen összegen belül optimumokat. Tehát nyilvánvaló figyeltünk azért az arányok arra is, hogy hol vannak hiátusok, hol vannak olyan elmaradások, amelyek mindenképpen pótolni kell. Nyilvánvaló, hogy a egymásra épülés az egy fontos egy-egy területen, hiszen ahogy a polgármester asszony is jelezte, egy három pillére nyugszik tulajdonképpen a Nagyvenyimen a út fejlesztés, hiszen amikor múltkor a topos és a hazai forrásos útfejlesztés bemutatta a megyei közút kezelő igazgatója, akkor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen ennek a kiinduló pontja a Modern Városok program volt. Ez a beruházás is előmozdítja a térség ipari fejlődését, csak úgy, mint a 6219-es út felújítása, amely 3 milliárd forintból, illetve a másik mélykúti út stabilizálása, ami további 100 millió forintból valósul meg.